A 20. század közepétől tartozik a véradás szervezése a Vörös Kereszt profiljába. Városunkban is többször szerveznek több helyen véradást, ahol körülbelül 1300 véradó jelenik meg évente. Az ország lakosságára kivetítve 5%-nyi vérre lenne szükség, kerekítő számok alapján 500 000 egység vér kellene egy naptári évben. Ugye ez lebontva megyékre, járásokra, illetve hát járásokba gondolkozunk, mert ugye a tatai területen nem csak Tata városa, hanem a környező települések, községek is a járáshoz tartoznak. Megint csak kerekítve durván 40 000 főre vetítve 2000 egység vérre van szükség egy naptári évben. Ez persze úgy jön össze, hogy van, aki többször is ad egy évben, és hát van, aki egyetlen alkalommal se. Összesen be a harci kedv nagyon esik vissza sajnos az utóbbi években a véradók között. Jelentős része kiöregedett, a fiatalok megnyerése abban, hogy ez a létszám változzon. Természetesen mindig vannak terven felüli véradások, amivel pótolni igyekszünk. A véradások idején levett vért tervezett műtétekhez, rendkívüli esetekhez és vérkészítményekhez használják fel. A vérmennyiség egy része tervezett műtétekhez szükséges, nagy hasi érműtétekhez, illetve ortopédiai műtétekhez, ezek a tervezett műtétek, ezeket adott esetben egy-két napig lehet halasztani, ha a vérhiány miatt csúszik a műtét, túl sokat szerencsére nem kell várni, tehát egy-két napról van szó, ha esetleg a vérmennyisége nem megfelelő a műtéthez, hogy ahhoz, hogy biztonságosan el lehessen végezni. A másik fel az a sajnos a nehezebb része a sürgős, tehát a sérültek ellátásához adott esetben nagy mennyiségű vérre van szükség, hirtelen kialakult nagy vérvesztésnél ezek a fő igények. Ez nagyon sokat segít, mert biztosítják a megfelelő vérellátást. Ugye ez a vér Budapestre kerül feldolgozásra, tehát nem egy az egybe kapja meg adott esetben egy beteg ezt a vért, hanem ez feldolgozásra kerül, vörös vérsejt koncentrátum, illetve különböző alakos elemek, gyógyszerek készülnek, alvadási faktorok kerülnek ebből kivonásra, tehát sok minden, sok területen tudjuk ezt felhasználni. Egyre fogy a véradók száma, minél több vérre lenne szükség a zavartalan betegellátás érdekében. Megyénkben egy évben 14 000 egységnyi vér biztosítaná ezt, ehhez pedig véradások és véradók kellenek.